A Hadik Autosport Egyesület versenyzőiként szuborúval érkeznek a dobogóra. A csapat nem unatkozik, hogyha jól nézegettem itt a rajtlistákat, sőt még az előfutók táborában is található ügyfél. Most csapatvezető vagy ilyenkor, vagy versenyző? Hát én ilyenkor megpróbálok versenyző lenni. Elég sok autót szerelünk, hála Istennek. Most per pillanat versenyző vagyok. És a sajátot hogy sikerült összerakni? Én úgy gondolom, hogy jó az autónk. Mi a terv? Hát megpróbálunk minél gyorsabban menni, és minél jobb eredményt elérni. Megleptél ezzel a válasszal, köszönöm szépen! Thank you.
Kérem a közönséget, hogy azért értékeljen minden célba érkezőt egy tapssal. Akár Serlegerdővel távoznak, akár nem. Aki a célig eljutott, valószínűleg megküzdött, megdolgozott ezért. Népszerűsködnek, de ti is tudtok ilyet. Mi is tudunk bármikor, persze. A szlovák értékelés abszolút harmadik helyen mit jelent számotokra? Hát igazából nagyon örülünk neki, szeretjük a szlovák versenyeket, szoktunk oda kijárni, ezért is neveztünk meg, mivel hogy két verseny is lesz együtt a szlovák bajnoksággal, úgyhogy beneveztünk most a szlovák bajnokságban is, és sikerült a harmadik helyen célba érnünk. Hogy tetszett ez az elmúlt két nap? Hát nagyon kemény volt, mert főleg a magyar bajnokságban nagyon nagy küzdelem volt a kategóriában. Nagyon keményen kellett nyomni a gázpedált, és végül is sikerült célba érnünk. Autó hogy szuperál? Az autó az tökéletes volt, egy rezdülése nem volt, nem volt semmilyen műszaki problémánk. Tehát akkor még mindig a Subaru? A Mitsubishi ellen? Hát igen, úgy gondolom, hogy folytatni fogjuk.